Sziasztok! Kellemes karácsonyt kívánok mindannyiótoknak, és ezek a napok teljenek el békességben, szeretetben. Nagyon fontos. Tehát nem az ajándékozás itt a fontos ezekben a napokban, hanem leginkább, hogy együtt ebédeljen a család. Viszont hoztam kaparós sorsjegyet. Legyen egy ilyen videó is, aztán megmutatom, hogy mit kaptam. Köböl. Ez sok minden van. De ezek mind kreatív dolgok. Úgyhogy először is hoztam egy kicsi blackjacket és egy alakat. Nagyon meglepő, tudom. Jövőre, tehát januártól viszont meglepetésnek szánom, hogy milyen kaparós videók lesznek. Sok lesz. Sok kaparós videó. Most nem akartam decemberre. Tipmixeltem, ez az igazság. Be fogom közelíteni, hogy lehessen látni. Azért remélhetőleg van is benne, találunk is benne valamit. Az aj, amit hallotok, az a nyuszi. Ő az, aki most éppen ott ugrálgat a házikójában. Úgyhogy már is el is kezdem kaparni. Aztán köböl kicsit el fogom mondani, hogy mit fogok csinálni a kis videóban, a következő kis videóban. Szerintem nagyon jó pofa lesz, egy hónapja készülődöm erre. Úgyhogy szerintem ezt lehet is látni. Ilyen manó falvás dolog. Jó, az adventi gyertya az nem lesz ott. Csak a kis házikók. Az egyik már ég is. Kettő is van, ami ég is. Hát akkor nézzük a halakat, és a kicsi blackjacket. Többet is akartam hozni, 30-31-én is fogok hozni kaparósat, mert akkor már ki tudok menni. Tehát akkor már nyitva vannak a lottózók. Úgyhogy előveszek egy 200-as, mert most nincs a közelben más. Remélhetőleg szerencsét is hoz nekünk. Megnézem, hogy lehet-e látni. Igen. Nézzük a halakat. Az első játéknál kezdem. Miért legszűz? Ó! Az első volt a halak. Itt van. Tehát ez is bebizonyította mégiscsak, hogy nem kellett sokat vennem. Néha kevesebb is, több, nagyobb értelme van. Még ha nem is akarom kimondani, hogy mennyi van ott. Mert nagy valószínűséggel azt fogja beadni. Nagy tapasztalat. Nézzük meg a második játékot. Itt három azonos összeget kell találni. Kétszer megvan már az ezresünk. És a 300 is kétszer. Megyünk a harmadik játékra. Ott ugye három azonos összeget kell találni. Az asztró jövőre sem szűnik meg, mert megérdeklődtem. És nem lett meg. Úgyhogy megyünk az elsőre, és megnézzük, hogy mennyit nyertünk a halakkal. 500 forintot nyertünk, és az a J betűt jelenti. Tényleg néha felesleges 10 darabot venni, illetve többet. Lehet, hogy izgalmasabb egy videó attól, de nem biztos, hogy azok nyernek hűde. Úgyhogy megvan az 500-asunk. Kicsi blackjackbe, jó kérdés, hogy mert ugye egyet hoztam. Nem a pénz miatt, mert tipmixeltem ebben a hónapban. Jégkorongoztam csak, és egész jól bejött. Nézzük meg ott középen, mi rejlik. Egy 15-ös, ezt túl kéne haladnunk. Ugye a 21-es a legnagyobb.
Mert 18-as is jó lett volna, nem pedig egy 8-as. 10. És ez egy 11-es. Úgyhogy itt már csak a bónusz játékban nyerhetünk. Nem azt mondtam, hogy ritka, de... Hajrá! 7, 3. Tehát 17 és 3. Hát az pontosan 20. Úgyhogy egy 4-es kellett volna, és akkor így lett volna meg a 21. Hát a kaparósoktól szeretnék most elbúcsúzni. Januárban találkozunk, de mégsem, mert 30-án és 31-én is jövök kaparósokkal. Nagyon át fogom gondolni, mit hozok. Valószínűleg kicsi blackjacket, úgyhogy ebben a hónapban is kapartam, de nem videóban. És kicsi blackjack-kel nyertem meg Astro. Az én is hoztam most Astrót és kicsi blackjack-et. Úgyhogy gyakorlatilag a következő videómban lehet, hogy Facebook élőt fogok csinálni, mert ezeket szeretném kifestegetni, majd begyorsítani, az meg külön munka nekem még, úgyhogy ha gondoljátok, akkor azt is nézzétek meg azt a videómat, de hát köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a videóban is, kellemes karácsonyt kívánok mindenkinek, és még azért jelentkezem, egészen új évig, de még lehet, hogy még live is lesz, úgyhogy érdemes várnotok. Ezt nekem kell eldönteni, de lehet, hogy lesz értelme egy jó kis live-nak. Úgyhogy érezzétek jól magatokat, és egyetek jó sokat, jó sok finomságot, süteményt, tefélét, úgyhogy ne vonjátok meg magatoktól a sok finomságot. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek a videót, nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett, és hogyha várjátok a következőt. Manófalva az meg lesz, csak az még munka, meg hát videószerkesztővel szeretném ezt mindnek csinálni. Szép estét, sziasztok!